Önök a Líceum televízió adását látják. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Eszterházy Körkép című magazinműsorunk nézőit. A mai adásban azt gondolom, hogy mindennel fogunk foglalkozni, ami az elmúlt egy hétben történt. Sportolni fogunk, disznóvágásra látogatunk, és egy új könyvet is bemutatunk majd önöknek. Sokkal több mindent nem szeretnék mondani, maradjunk egy picit titokzatosak. Egyet kérek, maradjanak velünk! Kedves nézőink, mindig hatalmas nagy öröm, amikor az Eszterházy Károly Egyetem égisze alatt készül valami csodálatos produktum. Ez most megint így történt. Egy gyönyörű szép könyvet fogunk ma bemutatni, egy könyvről fogunk beszélgetni, melynek címe Természeti és kultúrtörténeti értékek Eger térségében. Beszélgető partnereim nem lehetnek mások, mint a könyv két szerkesztője, dr. Dobos Anna tanárnő és dr. Mika János tanár úr. Hát a bevezetőben már mondtam, hogy csodálatos dolog született. Újra itt a Líceumban. Hogyan alakult ez a könyv? Honnan jött az ötlet, és mennyi idő volt ezt elkészíteni? Két általánosság és egy konkrétum. Általánosság az, hogy egy TÁMOK projektben kutattuk hosszú időn keresztül a térség nagyon sok vonatkozását, és ez még könyvformájában nem jelent meg. A másik tapasztalatom az volt, hogy konferenciákra nagyon szívesen jöttek a szerzőtársak. A harmadik az, hogy láttam konkrétan egy kétnyelvű magyar-román alkotást Erdélyben egy környezettudományi ankéton, onnan jött a konkrét ötlet. Maga az anyag kb. Egy fél év alatt összejött indulástól fogva, némi technikai háttérmunkákra volt még szükség, úgyhogy ennél kicsit hosszabb ideig tartott, de megjelent. Hát igen, most ezt a kedves nézőknek is elmondhatom, hogy fogtam a kezemben, belelapoztam, és tényleg hatalmas nagy élmény. Már úgy, hogy még esetleg az ember nem is olvasta végig, de már az első benyomás az olyan, hogy nem szívesen rakja le az ember. És hogyha egy picit kinyitjuk, akkor az első szembetűnő dolog nekem az volt, hogy bizony itt magyarul és angolul folyamatosan zajlik az értekezés. Ennek mi volt a fő szempontja? Hát egyre több külföldi hallgatónk van szerencsére, akik a mi nyelvünket nem értjük, általában mi sem az övéket, és ezért angolul kommunikálunk. Az a célunk, hogy ők is megszeressék a térségüket, különösen, hogyha hosszabb időt, mondjuk egy fél évet, vagy még többet töltenek itt, a saját nyelvüken ismerhessék meg a térséget, ne csak azt tudják, hogy melyik a három legjobb bormárka, mert ezt úgy se lehet megállapítani, hanem többet tudjanak meg a térség kultúrtörténeti és természeti értékeikről. Erre szolgálna ez a könyv. Tanárnő, hogyha egy picit részleteibe megyünk bele, akkor mik azok most tudjuk már, hogy mi a fő vonal, mi az irány, ami miatt elkészült ez a könyv, illetve hogy mik azok a fő állomások, amik szerepelnek benne, de részleteiben milyen információk szerepelnek benne? Igen, hát először is annyit hadd mondjak el, hogy 25 szerző vett részt ennek a gyönyörű kötetnek az elkészítésében. Arra törekedtünk, hogy egyrészt a térségben nagyon sokan ugye hozzá tudjanak majd jutni ezzel a könyvhez. Na most a szakmai háttért megpróbáltuk úgy összeállítani, hogy a legjobb minőségű ugye szakmai anyagokat tudjuk elkészíteni, ezért mindig az adott témáknak a szakértőit kértük fel. Na most a 25 szerzőnk elsősorban a Eszterházy Károly kollégái, tehát a földrajz, illetőleg tájökológiai tanszéki keretekből érkeztek, valamint a TDK hallgatóink vettek részt ebben a munkában, és külső szakértőként még Havasi Norbert, a Kaptárkő Természeti Védelmi és Kulturális Egyesületnek az elnöke. Na most alapvetően azt tudom mondani, hogy arra törekedtünk, hogy először is adjunk egy nagy átfogó képet Eger és térségéről. Tehát bemutattuk azt, hogy maga Eger a Kárpát-medencében, Európában hol helyezkedik el, azon belül ugye Magyarországon, és nagyon változatos ugye a környezetünk. Tehát törekedtünk arra, hogy mind a természeti alapokat, tehát azt, hogy milyen domborzattal rendelkezik, milyen geológiai érdekességek vannak a környezetünkben, ezt bemutassuk, talajtani sokszínűséget a
különböző eredeti ugye, növényzetnek a bemutatása megtörténik a kötetben, vízrajzi, éghajlati adottságoknak az elemzése, és hát természetesen ugye közlekedésföldrajzi, társadalomföldrajzi alapokat is közlünk a hallgatóság számára. Tehát én azt hiszem, hogy egy nagyon szép átfogó szemlélettel, ezt nálunk úgy hívják a szakmában, hogy tájföldrajzi vagy tájökológiai szemlélettel közelítettük meg az Eger térségének feldolgozását. Na most a kötet másik részében pedig a természeti kultúrtörténeti értékeket emeljük ki, hiszen nagyon sokan vannak külföldiek, hazai vendégek, akik Egert meglátogatják, és akár a Bükki Nemzeti Parki területeket és a környező településeket. Na most az Eger térsége szó, az alapvetően azt jelenti, hogy Eger plusz 22 település. Tehát nagyon nagy a területünk, és nagyon változatos. Hát arra törekedtünk, hogy természetvédelmi szempontból egyrészt az úgynevezett egyedi tájértékeket be tudjuk mutatni, természetvédelmi területeket, a Bükki Nemzeti Park érintett területeit, ezek már védett területe, és hát a kötetnek az igazi apropóját még az adja, hogy 2016-ban a Kaptárkő Egyesülettel, illetőleg a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal együtt, egyetemünk egyes tanszékei közreműködésével sikerült elérni, hogy a Bükkalja hungarikum legyen. Tehát ez egy hatalmas nagy dolog, én úgy gondolom, nagyon sok lehetőséget jelent az itteni emberek számára, akár természetvédelmi, oktatási szinten, gazdasági szinten, kereskedelem egyéb vonatkozásban, turizmus szemszögéből, és hát természetesen az egyedi tájértékek, védett értékek után rávilágítunk arra, hogy Egerben és ezen 22 településen milyen lehetőség adódik mondjuk turisztikai szempontból, és hogyan lehet ezeket az értékeket a gyakorlatba is bevonni ugye az ideérkezők számára. Arra is figyeltünk, hogy mind gyalogos, mind például autóval megközelíthető, ilyen kis tanúsvényeket, bejárható útvonalakat közöljünk a olvasó számára. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon jól alkalmazható a könyv, tehát a szakmai értéke én úgy gondolom fantasztikus, abból a szempontból, hogy az elmúlt időszakban Eger és környékéről ilyen kötet nem készült. A Bükki Nemzeti Parknak van egy saját kötete, az teljesen más irányultságú, viszont ez a könyv nagyon széles közönségnek íródott, mivel magyar és angol nyelven jelenik meg, ezért én úgy gondolom diákság, hallgatóság, oktató, kollégák számára, sőt önkormányzat ugye, munkatársai számára, települések lakosainak számára, tanároknak, angol tanároknak is nagyon jól elérhető majd a későbbiek, és hát reméljük, hogy szeretettel fogják fogadni, és sokan fogják használni. Majd, hogy nem már választ kaptam több kérdésemre is, ez nagyon jó, viszont mégis megkérdezném tanár úrtól, azt említette a konferenciákat, a tudományos konferenciákat, hogy már találkozott nem, ez nem fogható kötettel, de hogy egyébként ugye már volt, ami több nyelvű volt, és hogy ugye ez is egy pici inspiráció volt mondjuk ehhez. Én arra lennék kíváncsi, hogy mennyire nehéz ötvözni azt, hogy tudományos legyen, de mégis, ahogyan tanárnő említette, akár egy nem hozzáértő embernek is egy olyan olvasmány legyen, melyből tud informálódni, tud tanulni. Hát ugye a habilitációt arra találták ki, hogy bizonyítsák emberek, hogy tudnak oktatni. Nem igazán tudós én szerintem az, aki nem tudja egyszerű, mindenki számra érthető módon a lényegét megvilágítani a kérdéseknek. Nyilván tudományosan rengeteg részkérdés van, egy-egy kérdés elmagyarázásához még 15 mondat, mire kiderül, hogy mi szerepel az igazi problémában. Ezeket mi, hát ha nem is elkerültük, mert nem lehet elkerülni a természet és a társadalom törvényszerűségét, de igyekeztünk olyan mértékig leegyszerűsíteni. Ugye ebben a szerző párosban annak képviseli a szakmát, ez az ő szakterülete és a kutatott térsége is. Én meg talán más területeken tudomány népszerűsítésben rendelkezem bizonyos háttérrel és ismeretekkel. Talán ezt sikerült így ötvöznünk. Szeretném még kiemelni a Liceum kiadónak a tevékenységét, nagyon kiváló szerkesztést hajtottak végre, és a nyomda, a Kner nyomda pedig nagyon kiváló minőségben kiadta, és hát az egyetemnek köszönjük, hogy ez mind létrejöhetett, mert bizony ez pénzbe került. A tanárnőtől már hallottuk, hogy kiknek lehet ajánlani kvázi ezt a könyvet. Tanár úr mit tud mondani, kiknek érdemes kézbe fogni? Én annától tanultam, hogy a szakfordítók. Tehát mindenki, aki küzdködik
mint ahogy a mi fordítónk is küzdködött a szaknyelvvel, szaknyelvterminusaival, ott látható egymás mellett, és az angol fordítást egy anyanyelvi lektor és egy szakmai lektor együttesen, illetve egymástól függetlenül lektorálták, tehát elég autentikusnak tűnik a szöveg, érdemes használni nyelvvizsgára, pláne szakmai nyelvvizsgára használható. De hát igazából várjuk azt, hogy a hozzánk látogató külföldi diákok és tanárok, vendégek olvasgassák, használják. Igazából az a tanár, aki 2-3 napra jön, nem biztos, hogy el akar mélyülni ilyen mértékig a térségben, de aki hosszabb időt tölt, és ezek, ők szerencsére egyre többen vannak, az ő számukra mindenképpen hasznos lehet ez a kötet. És hozzá kell tennünk azt, hogy azért valaki ellátogat mondjuk a líceumba, vagy érdeklődik az Eszterházy Károly Egyetemről, azért különleges dolog, hogyha egy ilyen könyvet fel tudunk mutatni, ajándékba tudunk esetleg adni, illetve hogy meg lehet vásárolni. Ugye erre már január óta van lehetőség. Igen, most 2018, tehát decemberben jelent meg maga a kötet, és januártól, 2018 januártól lehet megvásárolni. Hát keressék mindenképpen az egyetemünk fő honlapját, és azon belül a webshopot, ott minden információt megkap az olvasó vagy az érdeklődő ezen a téren. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon könnyű elérni bennünket, és hát tényleg, aki csak teheti. Én azt tudom mondani, hogy ez egy olyan kis könyv lesz, ami az elkövetkezendő 10-20 évre biztos meghatározó Eger életében, legalábbis reméljük, úgyhogy mindenkinek szeretettel ajánljuk. Én nagyon nagy tisztelettel köszönöm szépen, hogy elfogadtak a meghívásunkat, de látom, hogy Mika tanár úr még mindenképpen szeretne igen, hozzáfűzni. Egyszerű vásárlóként mindig gyanús számomra, hogyha nincs valaminek kiírva az ára, mert az biztos, hogy rettenetesen drága, és utána az engedmény is sokat jelent. Ez 4000 forint bolti áron, ez ebben a méretben, minőségben biztos, hogy a szokásos érték alatt van inkább, mint fölötte. Ez teljesen biztos. Tehát, hogyha nem tudom, hogy mennyire lehet látni kamerán keresztül, de tényleg egészen hihetetlen a minőség. Tehát, hogyha a tartalmi részét már elmondtuk, hogy mennyire különleges, azért a nyomdai minőség, az oldalak, a fotók, az mind azt mutatja, hogy ennek nem 4000 forint az érték, hanem igen, egyébként sokkal több. A fotónak az a lényeg, hogy minden látszik rajta, ami rajta van. Így van. Ez viszont tényleg remek végszó volt. Én tényleg nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat, és engedjék meg, hogy még nagyobb köszönetet mondjak az Eszterházy Károly Egyetem családja nevében, hogy elkészítették ezt a könyvet, hiszen ez nagyon hosszú időre egy olyan, hát nem is könyv, hanem egy olyan ajándék, amit nagyon szívesen mutathatunk, hogy igen, ezek vagyunk mi. Másrésztről pedig a szakma nevében is, hiszen nagyon nagy segítség lesz ez sok embernek, úgyhogy köszönjük szépen. Kedves nézőink, mi pedig bejátszásokkal folytatjuk. A 19. alkalommal gyűltek össze újra borászok, professzorok, tudósok az Eszterházy Károly Egyetemen, hiszen újra szőlészeti-borászati konferenciát tartottak a líceumban. Az alkalom remek lehetőséget biztosított arra, hogy a bor csínyát, bínyát körüljárják a tudósok, professzorok, és ez alapján újabb konzekvenciákat és tudományos értekezéseknek vonhatják le a tanulságait. Az erről készített összeállításunkat most megtekinthetik. A kiváló minőségű magyar borok, az azt előállító szőlészetek és borászatok, a magyar szőlőbor ágazat fejlődése és versenyképessége, az oktatás és kutatás szerepvállalásának és elkötelezettségének növelése, minden résztvevő közös érdeke és felelőssége. Ennek szellemében rendezte meg az Eszterházy Károly Egyetem és az Egri Borút Egyesület 19. alkalommal a szőlészeti és borászati konferenciát. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ilyen szép számban vannak érdeklődők a rendezvényen. Magyarország 15 borvidékéről vannak jelen kollégák, szép számmal kiállítók. Tehát, hogy először is azt szeretném kiemelni, hogy egy országos szintű rendezvényé tudta újra kinőni magát ez a rendezvény. Nyilván a 19 év az egy nagyon hosszú idő, számot lehet vetni az elmúlt éveknek a tapasztalatával. Voltak sikeresebb, kevésbé sikeresebb alkalmak, nagyon sok kérdésről beszéltünk korábban is, és nagyon sok kérdést vetettük fel most is. De úgy gondoljuk, hogy bár a problémák kicsit másak voltak 18 évvel vagy 19 évvel ezelőtt, mint most,
is vannak olyanok, amiről beszélnünk kell, és biztos lesznek mindig később is témák. Jelenleg a legfontosabb kérdésköröknek azokat a programpontokat tartjuk, ami kicsit a technológiai fejlesztéseken túlmutatva egy-egy borászatnak a működését tudják segíteni. Ilyen a birtokmenedzsment vagy birtokmarketinggel kapcsolatos jó gyakorlatoknak a bemutatása, ilyen a kereskedelmi összefüggések vagy a bormarketing kérdéskörének a vizsgálata. Két Master of Wine előadónk is van, akik jelenlétükkel szintén emelik a rendezvény fényét, és nyilván szakmai tapasztalatukkal segítik az itt megjelent résztvevőknek a szakmai továbbfejlődését. Borvidéki összefogást emelném még ki, illetve a borrégióknak a szerepét, az ezekhez kapcsolódó termékeket, hogyan lehet jobbá és magasabbra pozícionálni egy-egy régiónak a borait, és természetesen most sem hiányoznak azok a technológiai jellegű kérdések, amelyek például a szőlőbetegségeknek a járvány dinamikájával, vagy pedig a borászatokat leginkább érdeklő hordóhasználati innovációs lehetőségekkel foglalkozik. Az ország egyik, ha nem a legjobb borászata, milyen plusz információkkal, milyen tapasztalatokkal készül egy ilyen konferenciára, mi az, amit át lehet ilyenkor adni? Ezek előadások is 20 percesek, és itt nagyjából a szakma jelenik meg, tehát túl sok idő nincsen. A mostani téma nem másról szól, mint egy változás és egy cégmenedzsment életéről, a kihívásairól. Mi egy kis családi birtok vagyunk, 25 hektáron gazdálkodunk Szekszárdon, és ebből a szempontból mi most éppen beértünk egy növekedési pályának a végére, nekünk tovább mennyiségi növekedésünk már nem nagyon járható. Tehát valamilyen módon értékben kell növekednünk, az pedig minőséget jelent, árazást jelent, értékesítési csatornákat jelent, meg közben zajlik egy generációváltás, a fiam már beállt, ő már egy világot látott emberként jön be. És ezek a fajta, hogy is mondjam, döntési kényszerek hallatni izgalmassá, de viszont nagyon felelősségteljesen teszi a dolgokat. Ebbe próbáltunk valamilyen módon beletekintetni az embereknek, mint lehetőség, illetve hát ehhez kötődik egy csomó anekdóta, kis sztori, hogy már ne csak ilyen komor arccal üljünk egymással szembe, hanem mosolyogjunk is időnként. Hogyha általában beszélünk erről a szőlészeti borászati konferenciáról, akkor mi a mondani valója, mi a fontossága, miért van létjogosultsága? Most nehéz itt súlyokat tenni, és nem is tudnám rangsorolni a dolgokat. Nekem a legfontosabb az, hogy a szakma találkozik egymással. Itt vagyunk, este borozunk, beszélgetünk, találkozunk, ki merre halad, kinek milyen problémái vannak. Ezt lehet angol szóval networkingnek mondani, vagy kapcsolatépítés, sokkal inkább arról, hogy barátkozzunk egymással, mert szerintem egy érték. Ugyanakkor ennek a konferencián nem mindig ez volt a helyszíne, azért ez a barokk épület a maga izgalmaival csodálatos, ennek is van egy felelőssége. Most Eszterháziakról meg ma ne is beszéljünk hozzá. Az esemény során többször elhangzott, hogy a találkozások és az összefogás kiemelt szerepet kap. Remek lehetőség, hogy két napon keresztül finom borok és hasznos előadások mellett építhetik kapcsolataikat a résztvevők. Hát én úgy gondolom, hogy ezzel alatt a két nap alatt olyan információk és kérdések merülhetnek föl, akár az ide látogatókban is, amiket olyan neves előadók tudnak megválaszolni, amik alapvetőek tudnak lenni így a jelenkor szőlő borágazatában. És hát nyilván nagyon fontos, hogy nagyon sok aspektusból közelítsük meg ezt a kérdést, és úgy gondolom, hogy ebben az évben az előadók száma is és minősége is rendkívüli sok dologra tud rávilágítani, és olyan alapvető kérdésekre kaphatunk választ, amik a mindennapjainkban is segíthetnek, és akár egy-egy birtok építésében is, persze különböző nagyságban is, szerintem nagy segítséget tudnak nyújtani így a szőlőborágazatban dolgozók számára. Úgyhogy ezért is vártam én is nagy izgalommal ezt a kis két napot, mert hát nyilván nagyon fontos, hogy up-to-date-ek legyünk, és körülnézzünk a világban is, és akár Magyarországon is a mértékadó pincészetek és a működő vállalkozások kérdésében odafigyeljünk, és próbáljunk tőlük tanulni, mert mindenkitől lehet. Intézményünk egy olyan rendezvénynek adott újfent otthont, amire a szakma legnagyobbjai érkeztek, ezzel is bizonyítva, hogy fiatal egyetemként is lehet nagyot álmodni. Kedves nézőink, országos eredményekről számolhatunk be. Az Eszterházy Károly Egyetem gyakorló iskolának diákjai részt vettek a második országos festészet versenyen.
A következő beszélgetés során Fejes Adrien tanárnővel, felkészítő tanárral fogunk beszélgetni, illetve itt van már mellette Marcelek Mercedes, aki bizony első jelzést hozott el. A beszélgetés után egyébként majd Rozgonyi Márton is érkezik, úgyhogy egy ilyen hármas beszélgetés, de úgy, hogy ketten leszünk most csak jelenleg itt. Érdeklődnék arról, hogy először is gratulálok, köszönöm. Másrészt hogyan zajlott ez a verseny, mit kellett ott csinálni? Az első napon csütörtökön, rögtön szerdán érkeztünk meg, és csütörtökön már reggel 9 órától volt a regisztráció után a verseny, és egy csendéleti beállítás volt a feladat. Több mint 60-an voltunk, tehát több beállítás is volt, és sorszámot húztunk, hogy ki hova ül, így volt fair. És egy ilyen plüss állatos beállítás volt, amiben labdákat helyeztek el, teljesen ilyen diákbarát volt az egész, hogy úgy mondjam, viszont nem volt könnyű a fényviszonyok miatt. Fantasztikus festékanyagokat kaptunk, nagyon jó minőségű papírra dolgoztunk, szóval igazi élmény volt az egész. 4 óránk volt egy akvarelkép megalkotására, meg volt adva a technikának a pontos alkalmazása, hogy hogy alkalmazhatjuk. Aztán egy ebédszünet volt, majd egy szabadon kidolgozható feladat volt, megadtak egy témát, egy szókapcsolatot, ami a személyes tér volt, és ugye mindenkihez alakította a saját meglátását. Azért tanárnő ilyenkor gondolom a büszkeség az azért az emberben ott van, hiszen nem semmi egy országos eredményt azért hazahozni. Én azt gondolom, hogy azért ez egy közös munka és egy hosszú folyamat. Tehát hozzánk, amikor megérkeznek a gyerekek a szakképzésre, akkor általában egy sokójuknál megjelenik a kudarc élmény. Egy-két ponttal lemaradtak a felvételén, és nekünk a továbbiakban azon kell dolgoznunk, hogy mind mentálisan, mind szakmai képességek terén tovább tudjunk velük haladni, akár a felvételi céljaik elérése érdekében, akár pedig versenyek, akár pedig a szakma teljesítése, vagy a szakvizsga teljesítése tekintetében. Na most Merci azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó képességekkel érkezett hozzánk, de sok esetben megjelent a bizonytalanság, hogy képi világában nem feltétlenül tudta tudatosan még használni a bizonyos festészeti eszközöket. Ezeken dolgoztunk mi azt gondolom, hogy közösen, és olyannyira közös munka volt, hogy én is kötődöm az egyetemhez, a gyakorló iskolába jártam, az egyetemre jártam, és Molnár László volt Mercinek az előző tanára, aki az én festészet tanárom is volt, úgyhogy igazából ez egy abszolút közös munkának mondható. Az én részem az tulajdonképpen a verseny végig izgulása volt, és az a rész, hogy mentálisan ők készüljenek és erősek legyenek. Én azt gondolom, hogy mi nem versenyekre trenírozzuk a gyereket, hanem élvezzék a munkát. És az egy külön öröm volt, hogy mind a kettőjük ott festette a legjobb munkát, amit eddig csinált. És igazából ez volt a mi büszkeség, és az, hogy pár ponttal lemaradt Pécsen a felvételiről és Egerben is. És most Pécsen hoz el egy országos első helyet. Innentől kezdve azt gondolom, hogy egy szakmai út elején járunk mi még Mercivel, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy számos szép kiállítást tudunk a városba csinálni. Biztosak lehetünk abban, hogy a jövőre nézve azért ez egy jó kis ajánlólevél lesz neked egész életed során. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és tényleg nagyon sokat jelentett, hogy azok, akik tavaly azt mondták, hogy nem vagyok elég jó, azok most azt mondták, hogy igen, ez már megérett arra, hogy büszkék lehessenek rá ott Egerben. És arra is büszke vagyok, hogy ezt a tudást, amit kaptam a tanárnőtől is, meg itt Egerben, azt megmutathattam máshol, hogy itt így oktatnak és így tanítanak. És erre nagyon büszke vagyok. Ez nagyon jó hallani. Én még arra lennék kíváncsi, hogy picit azért érintettük a jövőbeni célokat, de kíváncsi lennék, hogy mégis milyen célok vannak benned, hova tovább? Szeretnék Egerbe felvételizni az egyetemre, képalkotás szakra, és ha ez nem sikerül, akkor zene és rajztanár szeretnék lenni. Mindig is ez volt az álmom, hogy tanár legyek, és kiskorom óta a zene és a művészet van így együtt, és így nem kéne választanom, hogy csak valamit, hanem mind a kettőt tudnám tanulni. Sok sikert kívánunk ehhez, bízunk benne akkor, hogy itt az Eszterházy Károly Egyetem falai között a jövőben találkozni fogunk, és akár itt is lehet majd kiállítást szervezni, azt gondolom. Jó. Még egyszer gratulálni szeretnék ez az első helyezéshez, és kedves nézőink, most egy picit idefordulnék, hiszen körülbelül 3 vagy 4 másodperc múlva Rozgonyi Márton fog helyet cserélni Mercivel, és vele fogjuk folytatni, maradjanak velünk.
Kedves nézőink, újra itt vagyunk, ahogyan ígértem, és most már Márci helyén Rozgonyi Márton van itt a tanárnő mellett és velem szemben. Hát rólad azt kell tudni, a tanárnő nekem elmesélte, hogy már másodéves vagy itt a gyakorlóban, és bizony ez már a második országos versenyed volt. Ez így van. Hát mondhatni, egy kis rutint szereztem már így a két év során, tehát egyetemi felvételim nekem is volt két évvel ezelőtt, viszont nekem se sikerült túl fényesen, ugyanúgy, mint Márcinak, viszont ez a két év és a két verseny szerintem kellő löketet adott ahhoz nekem, hogy idén ismét megpróbáljam a felvételiket. És hát igazából a rajzversenyről jöttem tavaly, tehát országos rajzversenyen vettem részt, most pedig a festészetverseny volt a következő állomás. Hát igazából nagy örömmel vettem részt mind a kettőn, mert ez a képzőművészeti része is nagyon érdekel a dolognak, viszont inkább a tervező grafika irányába hajlok minden téren, tehát majd a téren szeretnék próbálkozni a továbbiakban. Tanárnő, mit mond el Marciról? Hát én igazából azt gondolom, hogy most kezdtünk el együtt dolgozni, most kezdtünk el együtt festeni. És ahogy én látom az ő eredményeit, nagyon-nagyon szépen haladt előre. Tulajdonképpen azért azt is kell tudni, hogy 23 művészeti iskola az országból, 60 diák vett részt ezen a versenyen, és 4-5 grafikus volt a mezőnyben. És ők ketten grafikusok voltak, és nem festőszakosok, ugyanis nálunk a szakképzésen a grafika és az animáció szakirányt választhatják a diákok, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha az ember más dolgokban kipróbálja magát, új ismereteket szerez, azzal mindenképpen csak fejlődik és alakul a saját kis színes portfóliója. Én azt is gondolom, hogy most készülünk az országos rajzversenyre, és sosem szoktam nagy súlyt helyezni arra, hogy mindenféle álmukat dédelgessünk, és utána kudarccal jöjjünk el, de én azt gondolom, hogy egy nagyon stabil versenyt fogunk együtt megcsinálni, és nagyon remélem, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy a továbbiakban felvételiben, illetve további kiállításokon tudjunk együtt közösen dolgozni. Jövőbeni célok? Hát ugye, mint az előbb mondtam, egyetemi jelentkezés a cél. Viszont lehet, hogy egy évet majd passziváltatok, bár a jelentkezést azt még idén megpróbálom. Hát igazából szakmán belül próbálok meg elhelyezkedni az alatt az egy év alatt, ami így ki fog maradni nagy valószínűséggel, de utána pedig Sopron, az ottani tervező grafika szak az elsődleges célpont számomra. Viszont most beadtam a jelentkezést ide Egerbe is, az Eszterházira, képalkotás és tervező grafika szakra egyaránt, és hát várom a fejleményeket a továbbiakban. Hát ez biztos, és ezt garantáltam, hogy aki ide jelentkezik és felveszik, remek képzést kap, szerintem országos hírű, amit itt csinálnak napról napra. Még tanárnőhöz fordulnék, lenne egy utolsó kérdésem. Mind a két művésznél elhangzott az, hogy egyetemi tanulmányok, és mind a kettőjüknél megfogalmazódott az, hogy a gyakorló szakképzése, illetve ugye az Eszterházy Károly Egyetem nyújtott egyetemi képzés, BL képzés között van egyfajta átjárás ezek szerint? Én azt gondolom, hogy közösen tudunk gondolkodni. Mindannyian valahol kötődünk az egyetemhez, vagy mester tekintetében, vagy pedig jártunk ott, és azt gondolom, hogy próbáljuk felvenni a kapcsolatot, és segítséget is kapunk az egyetemtől azáltal, hogy látják a mi diákjainkat, mi is keressük őket, és próbálunk olyan feladatokat, helyzeteket teremteni számukra, ami által elérhetőbb a cél. Például most az ÁRT művészeti terében lesz március 27-én, 26-án egy kiállítás megnyit, ahol azért már nekik egy olyan munkát, vagy egy olyan produktumot kell teljesíteni, ami nem csak rajzi stúdiumok tekintetében, hanem szakmai gondolkodásban is megállja a helyét. És én azt gondolom, hogy ez a közös légkör, vagy ez a közös tér, vagy a közös gondolkodás, az mindenképpen őket is jobbnál jobb eredményre fogja sarkalni. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, mind a hárman. És hát további sok sikert, sikeres egyetemi felvételit kívánok, illetve remek munkát, és hogy köszönjük szépen, hogy ilyen jó kezek között dolgozhatnak a gyakorlósaink. Köszönjük szépen. Oktatási asszisztens demonstrátori címet vehetett át a Líceum kápolnájában 6 egyetemi hallgató. Rajtuk kívül további 2 hallgató nyerte el erre a fél évre a kinevezést.
Hát a demonstrátori megbízás az gyakorlatilag az egyetemnek egy velejáró pozíciója. Ez olyasmi pontosan, mint a tanársegéd, adjunktus, docens, egyetemi tanár, annyi a különbség, hogy itt még ugye hallgatói humán erőforrás kapcsolódik be a tanszék, illetve megfelelő szervezeti egységnek a munkájába. Hát ezek nyilván a legjobb hallgatóink közül kerülnek ki. A demonstrátori kinevezés nagy felelősséggel jár, hiszen azzal, hogy a kinevezett hallgatók bekapcsolódnak a tanszékek oktatási és kutatási tevékenységébe, tanáraik kollégáivá válnak. Számomra már ez körülbelül egy éve megfogalmazódott, hogy felkérnek demonstrátornak. Különböző tanítanom kell például 2 órán is, illetve könyvtárban kell dolgoznom, szervezni dolgokat, különböző eseményeket, szakesteket, stb. Ugye ebben már volt tapasztalatom, és ezért kértek föl egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen tanársegéd pozícióra. Elhangzott, hogy a hallgatóknak rendkívül megtisztelő megbízás ez, melyben az ösztöndíj másodlagos, hiszen a szakmaiság és a gyakorlat az, ami igazán fontos. Egyetemünk híres a sport életéről, a hallgatói önkormányzatunk újra kidobós kupát szervezett, természetesen a Líceum Televízió most nem sportcsapattal, hanem csak forgatni, de ott volt a kidobós kupán, erről is készítettünk egy színes zenés összeállítást, nézzük meg együtt. And how you play it, all about control. And if you can take it, all about your debt. And if you can pay it, it's all about pain. And who's gonna make it? I am the game, you don't wanna play me. I am control, the way you can shake. Gyors reflexek és még gyorsabb labdák. Ezzel a két szóval lehet a legjobban leírni a kedd este tartott kidobós kupát, amelyen az Eszterházi tanulói mérhették össze tudásukat. Nagyon izgalmasak voltak a mérkőzések, fordulatosak főleg. Először a helyes technikára kellett rájönni, hogy melyik oldalról dobjuk, vagy hogy kiugorjon el, ki legyen az elkapó, ki az, aki kidobja a másikat. Szóval izgalmas volt, ki kellett találni, hogy mit csináljunk. Az eseményen 6 fős csapatok küzdhették végig magukat a kupához vezető úton. Hát szerintem mindenki nagyon jól játszott, és mindenki próbálta kihozni magából a maximumot. Szerintem ez egy nagyon izgalmas játék volt, hiszen ugye különböző csapatok voltak, és mindig ahhoz kellett alkalmazkodni, hogy ki hogyan játszik, és minden csapatnál más taktikát kellett alkalmazni. Szerintem tényleg mindenki nagyon jól játszott, mindenki próbálta kihozni magából a maximumot. Másrészt viszont ez egy baráti összecsapás volt, mindenki ismert körülbelül mindenkit, hiszen ugye az egyetemisták játszottak végig, és tényleg az volt a lényeg, hogy ki mennyire ügyes, és hogyan tud alkalmazkodni a másik csapathoz. Gratulálok, Máté! Biztos büszke magának, gratulálok! További sok sikert, további sok sikert a bajnokságban! A 8:30-kor kezdődő mérkőzés jó hangulatban telt, és ez a hangulat éjfél után csak tovább fokozódott. Az Eszterházi Körkép című magazin műsorunk
állandó nézői tudhatják, hogy nagyon jó ez a műsor, mert mindig beszámolunk utólag a dolgokról, de sokszor feltették a kérdést, hogy milyen jó lenne előre tudni, hogy mik fognak történni, ezért újra a Líceum Televízió egy programajánlóval készül, minden Eszterházi körképben lesz egy ilyen blokk, ahol megismerhetik, hogy mik várnak ránk itt az Eszterházi Károly Egyetem, tőlünk, neked címmel. Sziasztok! Ez itt a Líceum Televízió programajánlója, a Tőlünk, neked. Lássuk, milyen programokat tudunk ajánlani a héten. Február 23-án tartják a 6. EGRI diákbált a Kepes Intézetben 19 órai kezdettel. Az esemény célkitűzése, hogy felejthetetlen élményt nyújtsanak az EGRI középiskolás diákoknak. A Városi Diáktanács egyik legfontosabb elve az alkoholmentesség. Ezzel szeretnék erősíteni azt, hogy tudatmódosító szerek nélkül is jól érezheti magát az ember. Az esemény dresszkódja kék-fehér, a jegyár pedig 500 forint. Szintén február 23-án, pénteken tartja a lemezbemutató koncertjét a The Carbon Fools a Pirkertéri szórakozóhelyen. Hétfőn, február 26-án Joseph Haydn a Teremtés című műve látható 19 órától a Gárdonyi Géza Színházban. Haydn műve az oratórium irodalom egyik kiemelkedő alkotása. Február 27-én tartja az Egyetem Hallgatói Önkormányzata a 3. EKL táncra mazurit. A programról Zaja Barbarát, a Hallgatói Önkormányzat gazdasági elnök helyettesét kérdeztük. Ez egy amatőr táncverseny, ahol jazz dance-es videók alapján mérik össze tudásokat a hallgatók. Az idei nyeremények az első helyezett egy 6000 forint értékű ösztöndíjat fog kapni, valamint nyilván egy kupát, éremmel, emellett páros belépőt a felezőbárra, és egy üvegpesgőt. A második helyezett nyereménye 4000 forint értékű ösztöndi, ehhez jár egy egyetemi moziklubos belépője, egy ekemenüvel, és szintén egy pesgő. A harmadik helyezett pedig az érem mellé kap egy pesgőt. Megkérdeztük a verseny egyik résztvevőjét, Kalácska Lillát, hogy meséljen arról, miért jelentkezett a versenyre. Még az első alkalom, amikor megrendezték a táncra mazurit, akkor így hülyeségből felvetettük, hogy fú, hát mi is fogunk majd jelentkezni. Igazából mi már megkaptuk ugye a tánclistát egy hete körülbelül, és azóta próbálgatunk összehozni valami páros táncszerűséget. Vannak benne elég vicces jelenetek is. A harmadik EKL táncra mazuri est hangulatfelelőse a Drop the Cheese. Az Egyetemi Moziklub keretén belül lesz látható február 28-án szerdán 20 órai kezdettel a Valami Amerika 3. Herendi Gábor filmjébe visszatérnek a már jól ismert arcok. Pindrok Csaba, Szabó Győző és Hujber Ferenc ezúttal egy milliókat érő bélyegért versenyez. Előzetes helyfoglalást, jegyvásárlást a vetítések napján a B-épület EHÖK irodájában lehetséges, kedvezményes 600 forintos jegyárral. King, Várai János vagyok, ők pedig a testvéreim. Le vannak tartóztatva. Filmajánlónkban az Éjszakai Játék című amerikai akciófilmet ajánlom figyelmetekbe. A filmről dióhéjban. Egy felnőtt baráti társaság rendszeresen összeül esténként társasozni. Ám az éjszaka számtalan rejtét és meglepetést tartogat a számukra. Kis idő után azon kapják magukat, hogy meg kell oldaniuk egy gyilkosságot is. Kicsit felturbózzuk a játékot. Ójjaj! Valakit el fognak vinni ebből a szobából, és ti megkeresitek őt. Szóval gyilkososozni fogunk? Aki megtalálja az áldozatot, azé a fő nyeremény. Sose tudhatjátok, mi igazi és mi kamu. Hey, álljanak meg, nem törhetnek be csak úgy! Mennyire élethű? Segítsetek! Ez most nem... Ezt a sajtot meg kell kóstolnotok, ez valami. Tölyen. Az első, aki utánunk jön, meghal. Világos, vezessetek óvatosan. A játékosok.
Mindig is élveztem az olyan baráti versengéseket, ahol a szerencse és az ügyesség számít. Ennyi fért bele a mai programajánlónkba. Egy hét múlva ismét jelentkezünk. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Véget ért már az Eszterházi körkép, kedves nézőink. Mindenkit arra buzdítanék, hogy a továbbiakban is válassza a Lícam televíziót. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel búcsúzunk Önöktől, a viszontlátásra!